Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit Balmazújváros Város Önkormányzat képviselőtestületének 2015. október 21-i munkaterv szerinti ülésén. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes. Először a napirendekről kezdeményezek szavazást, miután Csonka Kispál elnök úr elmondta a hozzászólását. A napirendi pontok szavazása után elfogadták az önkormányzat munkájáról a megjelent fontosabb jogszabályokról készült tájékoztatót. Így elfogadták a titkársági osztály, a hatósági osztály, a szociális csoport, a beruházási osztály, a pénzügyi osztály, valamint az adócsoport beszámolóját. A képviselőtestület elfogadta az önkormányzat 2016 évi ellenőrzési tervét. A jegyző belső kontrollrendszert működtet, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. Elfogadták a Böszörményi út Naputca ipari övezetében munkahely teremtő beruházáshoz a telekértékesítés előterjesztését. Visszavonják a telek ingyenes értékesítését, valamint a kijelölt vevővel kötendő szerződés tervezetét jóváhagyták. Ügyelnek arra, hogy az állam elővásárlási jogával kapcsolatosan a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-től nyilatkozat beszerzése szükséges. A képviselők támogatják a Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület kézilabda edzőcsarnokának építését. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a város önkormányzata, a Nemzeti Szakképzési és Felnőtt Képzési Hivatal, valamint a Berettyó újfalui szakképzési centrum által kötendő háromoldalú vagyonkezelői szerződés aláírja. A Veres Péter Gimnázium és Szakképzőiskola érdekei nem sérülhetnek, és a képzés színvonala magas szintű marad a jövőben is. A képviselőtestület úgy döntött, hogy a Széchenyi 2020 fejlesztési program keretében megjelenő projektek előkészítésével és megvalósításával összefüggő feladatok ellátására nem köt együttműködési megállapodást a Hajdú-Bihar megyei önkormányzattal. A projektek előkészítésével kapcsolatos feladatokat önállóan látjuk el. A testület biztosítja a Semsei kastély klimatizálásával kapcsolatos munkálatokat és forrásokat. A Ne felejts idősek otthona számára 3 millió forint többet finanszírozást biztosítanak gépkocsi beszerzésére. A képviselőtestület a városi sportpályán a Balmazújváros labdarúgó létesítményfejlesztése keretében megvalósult ingatlan bérbeadás útján hasznosítja a rendeltetésszerű használatba vétel hónapjától kezdődően minimum 240 hónapig. A bérbeadás komoly előnyöket jelent városunknak. A testület engedélyezte a Veres Péter Kulturális Központ egyik 6 órás álláshelyének 8 órás álláshelyre történő módosítását. Elfogadták a Veres Péter Kulturális Központ intézményvezetőjének lemondását. Az intézmény vezetésével november 1-től ideiglenesen Lósné Hüse Erzsébetet bízták meg, egyben intézményvezetői pályázatot hirdetnek. Döntöttek a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatásról. A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ biztosítja. Elfogadták az Egyesített Óvoda és Bölcsöde Intézmény érdekképviseleti fórumának működési szabályzatát, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzatát.
támogatják a 2016 évi kulturális programokat. Különös tekintettel az alapításának 50. évfordulóját ünneplő Veres Péter Kulturális Központra. Sürgősségi előterjesztéseket engedtek be a képviselők. Biztosítják a Lengyel Menyhét Városi Könyvtárnak a nyilvános könyvtárak jegyzékén való szerepléséhez szükséges fenntartói nyilatkozatot. Elfogadták az önkormányzat részére a 2016-17 évi marketing és a reklám feladatok ellátása tárgyában kiírandó közbeszerzési határozati javaslatot. Elfogadták a közvilágítás bővítésének tervezetét. A közel 500 újonnan épülő lámpatest költségét a közvilágítás megtakarítása biztosítja. Demeter Pál és Hegedűs Péter képviselők az október 2-án a Debreceni Egyetemi Kosárlabda csapatával aláírt névszponzori megállapodás költségvetési mozatai után érdeklődtek az interpellációjukban. Dr. Veres Margit polgármester válaszában hangsúlyozta, az önkormányzatnak nincs kötelezettségvállalása. Hozzátette, ez egy nagyon jó marketingfogás. Ugyanis minden média felületen szerepel a Balmasz Kamilla gyógyfürdő felirat. A polgármester interpellációjában elmondta, hogy az önkormányzat is a sajtóból értesült a Lászlóházi veszélyes hulladék elszállításának megkezdéséről. Köszönöm. Szarvas Endre elnök úr, a...